konferencia sorozatot indított a Periférián Alapítvány a József András Múzeumban Mozaikok Nyíregyháza 20. századi történelméből címmel. Egy rendezvénysorozatot tervezünk, amely rendezvénysorozat jelenleg a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére rendezendő sorozathoz kapcsolódik, most jelenleg Nyíregyházán. Ez a rendezvénysorozat egy olyan történelmi konferencia sorozat, amely durván fél évenként jelennénk meg, és a város, Nyíregyháza város és a megye, nagyobb kiterjedésben a megyének a kifejezetten a 20. századi történelmét dolgozna fel, egy kicsit más szemmel, mint a korábbi történelmi feldolgozások. Az első rendezvényen dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere mondott köszöntőt. A történettudomány még adós a 20. századi történelemnek, főleg a 40 utáni történéseknek a hiteles feltárásával. Ezért minden olyan konferencia, ami erről szól, ez közelebb visz minket az igazságnak a megismeréséhez, és ezért Nyíregyháza megyei jóvárosa fontosnak tart minden ilyen kezdeményezést. A nyitó előadáson dr. Bene János elevenített fel epizódokat Nyíregyháza II. Világháborús történetéből. Ezek közül is kiemelte 1944. szeptember 6-át, amikor 116 repülő mintegy 1000 bombát dobott a megyeszékhelyre. Elpusztította teljes egészében a vasútállomás környékét, a dohánybeváltót, a huszárlak környékét, a lakóházakat a mai Arany János Toldi utcák táján, amikor 260 család hajléktalanná válik, több mint 1000 ember, amikor elpusztul majdnem 1000 lakás Nyíregyházán, amikor több mint 100 halott és több mint 200 sebesültje van ennek a támadásnak, szóval ez egy félelmetes tragédia. Dr. Takács Péter a vallásüldözésről értekezett Pócs Petri Nyíregyháza gyűlölethadjárat Mindszenti ellen címmel. Dr. Lubkovics György pedig az 1956-os forradalom eseményeit követő nyíregyházi kommunista bosszú hadjáratról osztotta meg gondolatait a konferencián résztvevőkkel.